Nem, megmondta, hogy ne csináljátok végig az előadást. Na, arról volt szó, nem? Hogy azt mondjuk, hogy még nincs kész az előadás. Na, figyelj, bocsánat, menjetek vissza, vagy takarásba. Figyeljetek, én nem akartam, hanem valamit csinálni. De most már kösz, Laci, ezért most el kell mondanom. Na, figyeljetek, az a helyzet, hogy akik itt voltak most tegnap, azok, hát igen, a Népi Egészségügyi Szolgált emberei voltak, és na, van fertőzött a táborba, úgyhogy most úgy néz ki, hogy karanténban vagyunk. Na, tessék, itt van, maradnunk kell még két hetet. Én azt akartam, hogy azt higgyétek, hogy még dolgozunk a darabban, jól érezzétek magatokat, hogy ne legyen feszültség, meg hogy szülők ne izguljanak otthon, hogy most itt karanténban leszünk két hétig. Jó, kösz, Laci, ennyi. Fene egye meg, ezt tudhatták volna előre. Meg se kellett volna hirdetni a tábort, ha ekkora a rizikó. Mit fogunk még csinálni két hétig? Rohadt meleg van. Szoba ótvar és büdös. És van néhány már nem szimpi ember is körülöttem. Elég, nem lehetek ekkora gyökerek. Ez egy jó hely. Röhögünk, mulatunk, csináljunk még egy előadást. Eddig jó csapat voltunk, mi az Isten van veletek? Oké, most már tényleg kapjuk össze magunkat, mindent lehet szarul és jól csinálni, csináljuk a legkevésbé szarul. Csoporton belül lehet szobákat cserélni? Nekem lenne néhány ötletem, hogy jobban teljenek a napok és az éjszakák. Hát már én is elköltöznék mellőled. Úgy sálasz, mint egy konca, feromonjaitól már nem kapok levegőt. Mellettem elférsz, cicus. Csak reggel hagyjál aludni, és hozd ágyba a reggelit. Azt nekem is. Meg azt is, amit a fitness bébik visszavinnének. Oké, Péter, csináljuk meg most másképp. Legyen ez egy Béla telepi dekameron. Azt csipáznám. Abban aztán fülledne az erotika. Egy zseni vagy, Andi. Kezdjük a kevésséggel. Hét bűn, hét sztori. Ezt a holnapot, fekete vagy fehér, gondolkozz rajta, egy döntést megél. Hát, hogy elmondjátok, mi volt a brainstorming? Én még pihíznék egy cseppet, meg a törcsimet se találom. Azt érzem már két napja. A Balatonba azért megmerítkezhetnél esténként. Azt hittem, a dugi szendom kezdett el rohadni a táskámba. Ez te vagy, Kincső? Kevésség. Hát ez mi a bánat? Nem fárasztom magam a hülyeségeitekkel. Van itt elég okos tojás, aki majd kiguglizza. Nem szabad, hogy már a darabban feldolgoztuk a kevésséget? Te ennyire szenilis vagy csak ilyen pöcs?
Csak nem képzeled, hogy bevéstem a sztorit? Ember, ez szijátszós, de nem egy komoly dolog, mint mondjuk a golf vagy a száb. Na, hagyjuk. Szóval szép öcsém, ha még itt karanténizálódunk még, vagy akármeddig, kellene néhány szabály. Egy hétig nem szóltam, mivel a neveltetésemmel a toleranciám is kiemelkedővé vált. De! Jó lenne, ha a koszos cuccaitokat egy szatyorba gyűjtenétek, szatyor? És beraknátok a szekrény aljába, hogy ne keveredjenek a szettjeimmel. Hú, hál' Isten még van kb. 10 napra való elég tiszta. Akkor legyen az is szabály, hogy nem velem bütykölteted a szaraidat. Már 3 napja klínáppolom a laptopodat, meg az iPododat, mert megőrítették a selfie áradatait. Meg az is, hogy nem töltöd át a játékaimat. Szerintem a csendes pihenőről is kellene pár szó. Mondjuk, hogy csituljatok, ha alszom. Meg, hogy melyik nap kiviszi ki a szemetet. Engem zavar, ezért egyszer már kivittem. Talán kedden. Igen. Ma szombat van, ugye? Igen. Akkor kedden vagy hétfőn. De mindegy is. Én nem vagyok kukás. Írjuk le azt is a tutiba, hogy aki emberi táplálkozásra alkalmas élelmiszer dob ki, azt agyonverem. Kimondhatjuk mondjuk azt is, hogy inkább adjátok oda nekem. Majd kérek a kábiségtől egy dobozt, azt abba bele barátai. És akkor nem lesz kapsz. Hogy ti mekkora seggfejek vagytok! Ezt a sok piti problémát! Nálatok a suliban nem volt életvezetési tréning. A mi tanárunk egy life coaching supervisor volt, aki megtanított bennünket a helyes fókuszálásra. A jelen helyzetben a fókusznak az együttműködésen kell lennie, ezért kellenek szabályok. Szia, anya! Nem, nem vagyok otthon. Nem, nem a golftáborban. Hogy Béla telep? Igen. Hát, egy hónapja. Hogy vonattal? Nem jöttök, elértem? Aha, értem. Na mi van, Attila? Hová lett az a nagy arcod? Talán kevés, mert egyedül ragyog. A féltékeny árnyék, csak irigyen vagyok. Annyi bizonyos, nem kis gond nagy summa pénzt tartani a háznál. Az a szerencsés, aki minden vagyonát jó kamatra adja ki, csak annyit tart magánál, ami konyhára és mi egymásra kell. Az ember igazán nem tudja, hogy a háznál hol találhatna valami biztos rejtek helyet. De jó, hogy jönnek. Ma már harmadszor hívott, hogy mikor mehet haza, mert összeomlik a család. Nyugtassák már meg, kérem. Szerintem semmi baja, csak félti a bizniszeit. Mert ami engem illet, én a pénzes ládákról mindig is kétkedéssel néztem, és soha nem bíznám rájuk magam. 10 000 tollérnyi arany van a háznál, mi olyan összeg. Jóságos ég. Csak nem árultam el saját magamat. A buzgalom egészen elragadott. Azt hiszem, hogy egy pillanatra igenis hangosan gondolkoztam itt magamban. Mi kell? Semmi, apám. Régóta vagytok itt? Épp, hogy ideértünk. De hallottátok? Semmit nem hallottunk. De látom rajtatok, hogy egy pár szó mégiscsak megütötte a fületeket. Mert hogy éppen azon füstölögtem, hogy milyen nehéz is manapság pénzhez jutni. És azt mondtam, az a szerencsés, akinek 10 000 tallérja van a háznál. Nem szólítottuk meg, attól tartottunk, hogy háborgatjuk. Mégis, jó, hogy elmondom ezt itt nektek, nehogy azt higgyétek, hogy nekem van 10 000 tallérom. De mi hasznunk volna belőle? 10 000 tallér. Nekem igazi Isten áldása volna. Nagyon kapóra jönne. Nagyon rám férne. Szerintem... Helyrehozna egy kicsit. Abba hagyhatnám végre a panaszt, hogy milyen nehéz idők járnak. Én Istenem, apának nincs oka a panaszra, hisz mindenki tudja, hogy épp elég jó módú. Micsoda? Jó módú? Én? Alázatos hazugság az egész. Gazember az összes, aki ilyet terjeszt. Ne ingerlődjék úgy fel. Szép, hogy a saját gyermekeim árulnak el, és támadnak hátba. Micsoda hátba támadás az, ha valaki azt mondja, apa jó módú? Azaz, az összes szóbeszéd,
meg ahogy ti a pénzt szórjátok. Az lesz az oka, hogy egy szép napon betörnek hozzám, és abban a hiszemben, hogy a bőröm alatt is pénz van, elmetszik a torkomat. Hol szórom én a pénzt? És ez a pompázatos drága ruha, amelyben városszerte páváskodsz. Valóságos botrány már ez is. Szörnye adod a grófot. Húzzunk már a vérbe innen, mert trókot kapok a sok hülyeségétől. Szia, apa! Anyu öt felé jön, addig készíts projektérmet az ürüléket újrahasznosításáról. Na, csá! Ezt szarrára! Az élet kapcsi a halál, restségünk végül telibe talán. Szia, drágám! Szia, szívem! Képzeld! Már megkapáltam a virágos kertet, letakarítottam nagyapám étkészletét, viszont most el kell mennem, úgyhogy nincs időm feltakarítani a hálót, úgyhogy ha lenne egy kis időd, akkor légy szíves, feltakarítasz. Persze, persze! Köszi! Drágám, úgy látom, nem volt időd feltakarítani. Ne haragudj! Nem volt kedvem felállni. Túl macerás lett volna. Várjál! Most van kedvem felállni, megjött a pizza! Nézd, drága! Összepokoltam mindent a takarításhoz, és támadt egy nagyszerű ötletem! Szóval kérd meg azt az okos telefonodat, hogy takarítson ki! Ugye milyen jó ötlet? Igen. Takarítás. Takaríts. Na. Drága telefonom, együtt vagyunk jóval rosszban. Rendszeresen frissítem a szoftvered. Törlöm a felesleges fájlokat. Még tisztán is tartalak. Na, takaríts. Mi történt, drágám? Csak nem takarított ki az a telefon. Add csak ide! Te mocskos telefon! Mindig tisztítjuk a szoftveredet és tisztán tartunk! Annyira nem vagy képes, hogy takarít! Mit csinál? Ne, mit csináltál? Ne aggódj, drágám, ez a telefon rossz volt, nem tudod kitakarítani. De úristen, mi van akkor, ha megkérjük az okos tabletedet, hogy takarítson ki? Szerintem sokkal jobb lesz. Na, ki takarított a tablet? Ki bizony, az az okos tablet. Én csak parancsolok neki, ezen mindent elvégel. Milyen okos ez a tablet? Külcsági folyton örömmel vágyni, érzéki örömöt adhat-e más bármi? Egy folt felhő sem volt a buja égen, és François-Villon már nagyon régen. Nem hegedült két asszony láb között, ölünk be, mint sűrű mész, hult a mámor, s az éj, mint omló kátrány szállt le ránk. Én ágakat tértem az orgonáról, és fázni kezdtünk, mert nem volt ruhánk. Emlékszel még? Bimbók fakadtak, lanyhaest volt, és a fény utolsó sáv aranya halódott fenn egy vatta fellegen. Bíborhajat sovány válladra lógott, minden fűszál bokát köré fonódott, langyos szellő bujkált a melleden, és hogy ajkaimra éhes szát tapadt, s belém csorgattad édes nyáladat. Két testünk volt, de már csak egy szívünk. Az alkony ránk borult a fák alatt.
aztán ahol úgy bugdácsolt a görbe, patöngök között, mint rőt szakálú törpe. S bárhogy kérleltél, megtörtént a nász. A bokrokon a minden rügy arcom mellett meleg harmat dolduzzat, mint a mellett. Halántékunkon lüktetett a láz. Mint rögy szakálú törpe, kemény föld ágyunk, lágy lett, mint a gyolt, s nem hallott ember még olyan sikolt, mint melytől iszad, testünk összefart. Vérembe folyt a vörös teli hold, vérembe folyt a vörös teli hold, vérembe folyt a vörös teli hold, vérembe folyt. Mellezel még, Iván? Vagy rámész a lábgépre? Van még egy 4x10-es széria, amit addig toljad Vádira nyugodtan. Timike! Csók babám! Merre jártál? Már azt hittem, ha kibarad az esztétika a gyúrásból. Buta fiú! Csak az új csibe miatt jöttem. Az emberem egyik lánya az alomból. Timike, csak nincs önbizalma. A tiéd bezzeg mindenhol duzzadt, hercegnőm. Na, te kis huncut! Vegyél egy lapáttal a csuklyásra, ha bókolni akarsz. Nem láttátok Csongort? Kardiózik a futópadon, hogy utolérje az álmait. Szia, Timike! Nem késtem? De angyalom, hogy elnézem kb. Másfél évet. Ne bánts! Van nekem elég bajom magammal. Lehetnél az én bajom is, Szivi. Kund vagyok, a lékbúvár. És elmerülnék a habjaidban. El a szemekkel, fiúkák! Nanonókám, kezdjük egy kis nyújtásra. Meddig emelkednek azok a lábacskák? Azért mindent én sem bírok. Sziasztok! Mehetek fekve nyomni? Engem bármikor, szépségem. Szia, új lány. Csongor vagyok. Mi vagy először? Noémi, igen, ma kezdtem. Bár esélyem sincs, hogy olyan legyek, mint Timi. Ne búsulj, én is így kezdtem. És nézd, mire vittem. Azért ne én legyek neked az etalon, az lehetetlen küldetés. Na azért nem lesz akkora kihívás. Valamiből kiindulnod, Noémi. Jelezném, hogy Noémi és nem Tünde Csongikám. Na, dologra, nem édelegni jöttünk. Elsőre elég lesz. Nehogy megszakadjanak azok a kis izmocskáim. Sziasztok! Holnap is jöjjek, Timi. Hát persze, csak nézzünk egy csendesebb időpontot, amikor nincs ennyi zavaró tényező, ugye, fiúkák? Nem áll. Nekünk is jobban megy, ha van egy kis vizuális motiváció. Motiváljon téged a céges kócsod, bogaram! Vagy a nejecskéd, akit már hónapok óta nem láttam. Na, és inkább egy virtuális világban vizualizálnál, mint otthon. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Szép vagy, úrnő. De tudd meg, a Noémi a 100-szor szebb. Micsoda? Adok én neked Noémit! Jézusom, hát bolond. Még az kéne, hogy ez a kis... Még az kéne, hogy ez a kis szafka lenyúlja Csongort. Hát miért izzadtam le magamra azt a 5-6 évnyi felesleget, hogy ez a kis hópiel leragyogjon a trónomról? Holnap egy kis tuningolt smoothie-val kezdjük a munkát, Nonikám. Egy csepnyi ricinus olaj, plusz 6x8 guggolás a 10-es rudnál. Aztán majd meglátjuk, milyen szép a kis hamvas pofikád. Húrgus az ár, mely a kartót befalja, az óriási víz a szennyet Deka, ezt meg kell ünnepelni. Elhívom a nyuszit is, hiszen ő mindig jó társaságot, és hát ingyen kaját jelent.
Itthon vannak, kérem szépen! Nincs itthon senki. És ne tessék úgy ordítani, nem vagyok süket. Nincs bent senki? Senki. Ez nem a nyuszi hangja? Nem hiszem. Legalábbis nem annak volt számva. És meg tudja mondani, hogy merre van a nyuszi? Mici Mackó barátját látogatta meg. Rendben, hát akkor egyedül kell menjek. Igazán? Mici Mackó barátját látogatta meg, de melyiket? A füles, vagy a zsebi babát, vagy a Mici Mackó látogatta meg a barátját, de az meg nem lehet, hát az én vagyok. Ez a mindegy, hát túl éhes vagyok már a gondolkodáshoz. Meki, jó, oké, ez jó lesz. Big Mac, igen. Igen, Happy Meal. Jó cseredni. Napot kívánok! Mit ad... Mici Mackó? Nyuszi, te itt? Ez nem az, amiért látszik. De ha már itt vagy, mondd, mit adhatok. Majd én állom. Hát, ha már itt tartunk, akkor csak három Big Mac menüt. Két fagyit. Egy Happy Meal menüt azzal a cuki kisfüleses figurával, és természetesen, mivel vigyázok az alakomra, egy diétás kólát. Remélem, jól laktál. Miért van még valami? Nincs. Nem azért kérdeztem. Akkor menjünk is. Vissza kéne fordulni. Hát annál is inkább. Magam is szeretnék még ma hazajutni. De nem megy. Belragadtál? Azt én nem. Csak itt el vagyok, gondolkozom, dudolászok, egy kicsit táncikálok. Igen, ez nem olyan kellemes ám, tehát... Szóval a helyzet úgy áll, hogy barátom, te beszorultál. És ez mind attól van, hogy ezeknek a modern épületeknek nem elég széles a kijáratuk. A bejárata pont jó, de a kijáratuk nem elég szélesek. Nem. Ez attól van, hogy te telezabáltad magadat, és most nem tudsz kijutni. Akartam is szólni, csak nem szeretem figyelmeztetni a vendégeimet. De ezen már kár vitatkozni. Nekem már nem kell a tigrisért az edzésre. Buszi! Te nem állt! Halló, Nyuszi, gyere már vissza! Hova mész? Visszajössz! Csapkod és örjön, de ordít, ha elfojtod, biztos nem találsz jó hírt. Még egy kis türelmet kérek, pár perc. Maguk a 19-esek? Igen, és már 23 van. Jaj, drágám, légy egy kicsit türelmesebb. Ha eddig ráért, illetve ráértél, akkor... Még mindig azt gondolom, hogy ez az egész szihó izé egy baromság. Viszont látásra, találkozunk a jövő héten. Ja. Rozika, kaptak már időpontot a kászülék? Lássuk csak gyorsan, legfeljebb szerdán itt alszom. Evelyn! Érted, hogy mit beszélt ez az ember? Vegyünk hintalovat Rézikének, és altassuk azon? És mi van, ha tényleg elalszik rajta, és leesik? Aztán meg agyalapi törés, korókocsi, meg kórház, én már nem akarok hetedszer próbálkozni. Jaj, ugyan Elek, az a pár apróság. Gusztika csak 9 éves, még megtanulhat járni. Eliszke is visszaköszön már az egyetemen a profoknak. Tercsi meg 3 hete ránéz a vevőkre a cukiba, ha fagyit kérnek tőle. Igaz, mégis Kevinke még csak másfél éve nem alszik. Üdvözöljük Önöket, miben segíthetünk? Jaj, de kis szomik vagyunk. Apuci meg milyen morci? Na, hol szorongat a Szandi? Szomi? Morci? Szandi? Mi maga? Stylista tévében? Ó, hát egy kicsit előítélkezősök is vagyunk. Elnézést, doktor úr, a férjem nem egy lélekbúvár. Hadd kálmál majd én.
Szóval az a gond, hogy van egy 17 éves kisfiunk. Ez tényleg egy picit ciki. És néha még bepipikél, inkább csak becsurrant, ha nagyon izgó felelésnél vagy dolgozat közben. Egy laklé kigyúrt, kivart, szőrös, kőműves tanoncról beszél szívecském, akire már 7 éve csak az anyád inkontinencia pelenkáját tudjuk ráadni. Csak nincs egy kis elfojtott féltékenység is bennünk a puci. De van ám. 12 éve próbálja kitúrni mellőlem Károlykát az ágyból, pedig új szobát is leválasztottunk a férjemnek az étkezőből. Mégis mindig elégedetlenkedik, meg kiabál az az áldott jó gyereke, hogy ne használd a borotvám, ne lopd a kotonokat a zsebemből. Hát mégis hogy lehet megfelelni egy ilyen apának? Jó, ebből elég. Kint megvárlak. Két cigi. Addig nem jössz, itt hagylak a francba, azt majd mehetsz haza Károlykáddal motoron. Haló, Karesz, gyere anyádért a tanácsadóiba, mert tisztára egy ideg állapot vagyok. Ja, és hozd a rózsaszín sisakját, te ne engedd vezetni. Ez biztos, nincs más megoldás, doktor úr. Hát köszönöm, mivel tartozom? Jaj, maga kis hunci! Ez nem lehet, engedjem el, hagyjam felnőni. Ne adjak rá pelenkát, és hogy aludjak a férjemmel, mégis milyen ostoba tanácsok ezek egyáltalán, ki ez a sarlatán? Doktor Harag? Hétfő a bűnnapja. A kett feloldozás. Szerda lett a szégyen. Nincsen más megoldás. Csütörtök rettegés, hogy rejtve maradjon. Péntek a bitó. A hóhér is arasson. Tapsot és aranyat. Fizetett halálért. Senki sem áll ki a bocsánat szaváért. Szombaton csak lapulj! Így szól a sátán. Vasárnap viszi el, a balhét a hátán. Óvjon a sötét, majd emeljen a fény. A szürkület veszély, ez bizony tény. Milyen lesz a holnapod, fekete vagy fehér? Gondolkozz rajta, egy döntést megér. Óvjon a sötét, vagy emeljen a fény, a szürkület veszély, ez bizony tény. Milyen lesz a holnapod, fekete vagy fehér, gondolkozz rajta, egy döntést megér. Nap talán kevés, mert egyedül ragyog, a féltékeny árnyék csak irigyen vagyok. Torkos-e az ár, mely a parton befalja, az óriási víz a szennyet elhordja. Irigye a gyermek, ha játékát félti, azt, hogy adni kell, ő még nem érti. A haragot, csapkod, és örjön be ordít, ha elfojtod, biztos, nem találsz jó hírt. Újaság-e folyton, örömre vágyni? Érzéki örömöt, adhat-e más bármi? Lusta az élet, kapcsi a halál, restségünk végül telibe talál. Ha megóvott a sötét, és felemelt a fény, a szürkeség már nem bánt, ez bizony tény. Színes lesz a holnapod, nem fekete vagy fehér. Jól döntöttél, és ez mindent megér.